Sok szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt. Az utolsó 48-as Honvédők című előadásomról annyit szeretnék mondani, hogy március 15-e alkalmából egy olyan anyagot állítottam össze, amelyben megtudhatjuk, hogy ki volt a Kossuth-féle 1848-49-es szabadságharc utolsó katonája. Az az utolsó katona, aki megélte a nagy időket, aki megélte az első világháború, Trianont, és még a két világháború közötti korszakban is élt. Sokan voltak egyébként, akik matuzsálemi kort éltek meg ebből a honvédseregből. Róluk fog szólni ez az előadás. Egyébként ez a kérdés, hogy ki is volt az utolsó 48-as honvéd, magát a híres nyíregyházi születésű írót is nagyon foglalkoztatta. Ő nem más volt, mint Kródi Gyula, hiszen Kródi Gyula nagyapja is honvéd százados volt 1848-49-ben. Ő volt a Szabolcsi Honvédegylet elnöke 1890 és 1905 között, és majd láthatjuk az előadásban annak a honvéd menháznak az utolsó parancsnoka, amely nyugalmat, biztonságot nyújtott a szabadságharc megrokkant, sérült és becsületükben helyreállított egykori 48-as honvédeknek. Kródi Gyula 1926-ban a következő sorokat vetette le. Érdeklődött azzal kapcsolatban, hiszen 1926-ban született egy olyan miniszteri rendelet, amelyben összeírták Magyarországon a még élő 48-as honvédeket. És hát Kródi Gyulát is nagyapja miatt megmozgatta ez a kérdés. Így írta ezeket a sorokat. Ki lesz ő, aki a sort bezárja a legendák és álmok seregében? Utolsónak távozván el a földről, miután több mint 70 esztendőn át egy egész ország szerető érdeklődése közepette, vette magára piros zsinóros kávébarna Attiláját, és nyomta fejébe kék katona sapkáját. Ki lesz ő, aki után már nem következik senki, aki a saját két szemével látta volna a nagy időket, amelyek örökre felejthetetlenné teszik a magyarok 19. századát, amíg a földön történelmet írnak? Ki lesz ő, aki végül bevallja, hogy gyermeksége miatt még csak dobos sem lehetett volna a seregben, mert hiszen 92 esztendősnek kellene lennie manapság annak az embernek, aki 16 esztendős korában felcsapott honvédnek? Ki lesz ő, aki utolsónak megy el, és utána többé nem következik senki? A történelmi sírboltot lezárják, aki ugyanazt az imádságot mondja császárok és közkatonák felett, dolga végezetten leül a história lépcsőre, hogy időtlen időkig vírasszon egy dicső nemzet gyönyörű élményei felett. Ezeket a sorokat Kuri Gyulának köszönhetjük, és az elkövetkező percekben megtudhatjuk, hogy ki is volt az az utolsó 48-as honvéd, aki erre a históriai lépcsőre leülhetett. Hát a honvéd menházról említettem néhány sort. Ugye a szabadságharc bukása után sajnos hányattatott sorsúak voltak a 48-as honvédek, bujdosásra kényszerültek, az osztrákok kényszersorozták őket az osztrák hadseregbe, tehát a gyűlölt mundért kellett viselniük az 1850-es években, tehát Hajnaú-féle rémuralom, a Bach-rendszer következett, és majd igazán változás az 1867-es osztrák-magyar kiegyezéssel fog majd megtörténni, amikor magyar királlyá fogják koronázni Ferenc Józsefet, és létrejön a dualista állam, két központtal, ugye Bécssel és Budapesttel. Hát ebből az apropóból 1869-ben Vidács János országgyűlési képviselő, aki nem mellesleg a Mácius Éfek egyike volt, és 1848-49-ben szintén honvédtisztként harcolt a szabadságharcban, felvetette egy honvéd menház létrehozásáról szóló gondolatot, és ennek a háznak az lett volna a célja, illetve azt a célt tűzte ki, hogy a megrokkant, sérült vagy becsületükben sértett honvédeknek, 1848-as honvédeknek méltó helyet nyújtson, és be is nyújtott ezt a kérvényét, jóvá is hagyták, olyannyira népszerű lett ez a kérvény, hogy a torinói emigrációban élő Kossuth Lajos is küldött haza 1000 frankot, de maga az új magyar király Ferenc József is komoly anyagi támogatást nyújtott ennek a honvéd menháznak a létrehozására. Ki is jelölték a helyét a Soroksári út 114 szám alatt, és
Az építési terveket pedig a jobb szélen látható Lechner Ödön készítette el. Lechner Ödön tervei alapján így nézett ki a Honvédmenház elsőleges terve. Nyilván egy kisebb-nagyobb módosításokat az építész végrehajtott, de látni fogjuk majd a következő képeken, hogy a tervrajzhoz hasonlóan fog majd létrejönni ez a klasszicista stílusú egyemeletes épület. 1871-ben helyezik el az alapkövet, majd 1873-ban át is adják, és mintegy 80 honvéd számára nyújtott otthont az épület. A következő kép már abban a pillanatában látható, amelyen már ugye a honvédek itt vannak a menház előtti parkban. A Honvéd Menházról érdemes tudni, hogy 1882-ig önállóan működött, azonban a fenntartása komoly költségekbe került, ezért 1882-ben az állam vette át a fenntartását. 1887-ben már 100-an laktak a Honvéd Menházban, mintegy 70 tiszt és 30 honvéd. 1890-ben született egy állami döntés arról, hogy nyugdíjt folyósítanak az itt élő honvédok számára, tehát rendszeresen juttatták számukra a nyugdíjat, és 1900 lesz majd az az év, amikor a legnagyobb létszámát eléri a honvédmenház, ekkor egy bővítésre kerül sor, 150 fő fog ekkor a honvédmenházban lakni. Hát hogyan is működött a honvédmenház? Az emeleti rész volt a tisztek részére fenntartott rész, míg a földszinti rész a közkatonák, altisztek számára fenntartott szobákat foglalta magában. Külön kantinnal rendelkezett az épület, illetve az épülethez tartozott még egy gyümölcsös kert is. A honvédek ebben a házban katonás fegyelemmel töltötték napjaikat, volt minden nap ébresztő, takarodó, illetve ügyeletes tiszt is volt beosztva, és szabadságra is csak külön engedéllyel lehetett menni, a honvédmenház parancsnokának engedélyével. Tehát az első parancsnok Vidács János volt, akitől az ötlet megszületett, az utolsó pedig Krúdi Gyula nagyapja, akit szintén Krúdi Gyulának hívtak, és ahogy említettem a bevezetőmben, ő volt a Szabolcsi Honvédegylet elnöke 1890 és 1905 között, majd ezt követően a honvédmenház utolsó parancsnoka 1905 és 1913 között, hiszen 1913-ban, 90 éves korában Krúdi Gyula is elhunyt. Itt egy következő kép látható a Vasárnapi Újság lapjairól. 1899-ben megörökítették az akkori honvédmenház idős honvédjeit, leültek a lépcsőre, illetve beálltak csoportképre. Hát ugye ekkor is már a 70-es évében jártak, és ugye az is egy felvételi követelmény volt, hogy a 70. életévét be kellett tölteniük azoknak a honvédeknek, akik a honvédmenházban szerettek volna helyet foglalni. Következő kép már 1905-ös, ez a honvédmenház előtt készült, a korpusszal, alatta pedig napozó, sürtkérdező öreg honvédek. Érdekes módon a jelentős részük szenvedélyes dohányos volt, pipáztak, cigarettáztak. Mi amikor az állam 1882-ben átvette a fenntartását a honvédmenháznak, onnantól kezdve egyre inkább rendszeressé vált, nem csak az állam részéről, de a honvédeket támogató civilek részéről is, az, hogy különböző adományokkal látták el az itt élő honvédeket, üvegborokat adományoztak részükre, söröket, hordósöröket, szivarvékeket, cigarettákat, ráadásul több más a mennyiségben. És itt pedig Ródi Gyula írónak a nagyapja látható a bal szélen. Ő volt a honvédmenház utolsó parancsnoka, tehát ez a kép a Debreceni Déri Múzeum fotója egyébként, és ez valamikor az 1900-as évek végén, tehát 1910 környékén készülhetett. És hát komoly közéleti szerepet is betöltöttek a 48-as honvédek, az AG honvédek, hiszen ott voltak a március 15-i ünnepségeken, ott voltak az október 6-ai megemlékezéseken, és olyan jelentős eseményeken is, mint amikor Kossuth Lajos elhunyt 1894-ben, és hazahozták a holttestét, ugye Budapesten temették el. Ezen a jeles történelmi eseményen egy honvédmenházi küldöttség is részt vett, és itt látható a fotón ez a menházi küldöttség, akik egyenruhájukban, kék sapkájukban, kávébarna attilájukban megjelentek és lerótták tiszteletüket
ahogy ők mondták, Kossuth apánk előtt. A másik jelentős esemény a szabadságharc hadvezére, Görgei Artúr honvédtábornok, ugye ő igen magas kort megélt, azt hiszem ő is volt az utolsó a szabadságharcban, az utolsó honvédtábornok, aki még életben volt, 1916-ban hunyt el 98 éves korában, itt látható a felső képen a ravatalon, az alsó képen pedig azok a menházi honvédek, akik részt vettek a temetésen, épp a temetésre vonulnak a 48-as honvédek. És hát olyan eseményen is megjelent az egyik 48-as honvéd, mint a monarchia végnapja, és egy új korszak, de annál rövidebb korszak, a Magyar Köztársaság kikiáltása 1918. november 16-a, nevezték ezt ugye népköztársaságnak is, ez a Károly Mihály féle köztársaság volt, ennek volt ő a köztársasági elnök, ugye Károly Mihály, és ezen a napon egy 48-as honvédet is felvonultattak a lépcsőn. Ő Szirmai György volt, honvéd hadnagy, aki részt vett a kápolnai csatában is 1849. februárjában. Egyébként erről egy filmhíradós felvétel is készült, és a honvéd hadnagy el is sírta magát ezen a jeles eseményen, hogy megélhette ezt az eseményt, hogy véget ért a Habsburgok uralma Magyarországon. Ugye a legtöbb 48-as honvéd, annak ellenére, hogy ugye Ferenc József is támogatta a honvéd menház megalakítását, utolsó pillanatokig ugye szembe álltak a Habsburgokkal, a Habsburg udvarral, és Ferenc Józsefet sem nagyon szerették szívük szerint, bár elfogadták, tisztelték az uralkodót, de a szívük mindig is Kossuth Lajos, illetve Görgei Artúr felé húzott. Ez pedig egy plakát 1920-ból, amikor Budavár bevételének 71. évfordulójára emlékeztet meg. Ilyen jeles esemény ugye május 21-e, ilyen jeles eseményen is megjelentek a 48-as honvédek, és éppen ezért a plakáton is egy öreg 48-as honvédet szerepeltettek. Hát ilyen jellegzetes kék panyókás honvédsapkát viseltek az akházi honvédek, illetve ez a kávéban a piros zsinóros Attila volt még a ruházatuk. Ez is egy 1920-as felvétel, a 48-as honvédek köszöntése, ugye gyerekek virágokat adnak a még élő 48-as honvédmenházi honvédek részére. Itt pedig a honvédmenház utolsó 6 élő honvédje látható. Ez a kép a Hadtörténeti Intézet és Múzeum fotója, és ott ülnek elől a történelem nagy tanúi, balról jobbra Kosaras János, ő tüzérőrmester volt, mellette Fekete Sámuel, aztán Mészáros István, Lebó István, róla még többet is fogok beszélni, jobbról a második Tóth Benjamin, és jobb szélen pedig a honvédmenház egyetlen izraelita felekezetű honvédje, Weiss Hermann üldögél. És Weiss Hermanntól jobbra pedig a rengeteg adomány is fotóra lencse végre került, ugye a rengeteg bor, a szivarvégek, dohány és egyéb más érelem. Tehát ilyen nagy közszeretetben éltek a 48-as honvédek ezekben az időkben. Ahogy a számuk egyre fogyatkozott, egyre jobban a figyelem középpontjába kerültek, és majd láthatjuk, hogy miért születik meg az a miniszteri döntés 1926-ban, hogy miért kezdik el összeírni a még élő 48-as honvédeket, de erről egy kicsit később. És hát egyenként akkor megnéznénk ezt a hat utolsó élő legendát, közülük is az első Weiss Hermann, ő volt a legidősebb, 93 éves, legalábbis a vasárnapi újság szerint, korabeli újságok egyébként mind más-más életkort írtak a honvédekhez, hol 91, hol 92, hol 93 évesnek tüntették fel Weiss Hermannt is, de a vasárnapi újság 1921. évi számából származnak ezek a képek és adatok. Tehát ő volt, ahogy említettem, az egyetlen izraelita felekezet a honvédmenházban, elmondása szerint a halálfejes légióban szolgált, részt vett az erdélyi harcokban, és a Piski csatában ráadásul fogságba is esett. Ahogy említettem, folyamatosan kapták a nyugdíjat az államtól. 1920-ban ez az összeg a tisztek számára 100 korona volt, a közkatonák számára így neki is havi 50 korona volt. Érdekes módon valamennyi honvédmenházban élő honvéd gyűjtögette, kuporgatta ezeket a pénzeket, így Weiss Hermann is, és neki már 1921-re 600 korona gyűlt össze, és ezt az összegyűjtött pénzét a szatmári rabbi képzőben tanuló legszorgalmasabb talmudistának szánta. Hogy mi lett ennek a pénznek a sorsa, sajnos nem derült ki a korabeli újságokból,
Ő is egyébként 1921-ben nem sokkal a fotó készülte után elhunyt. A következő katona a Honvéd Mehászból Tóth Benyamin, ő 92 éves volt, részt vett Budavár ostromában, és ekkor rokkant meg, egy ágyúkerék ment át a lábán, és a szabadságharc bukásától kezdve mankóval tudott csak járni. Éppen ezért, amikor Honvéd Mehászban bármikor is megjelent egy fotóriporter vagy újságíró, akkor rendszerint feküdt vagy aludt az ágyában, ugye a lábai már nem bírták, főleg ilyen hajlott korában. Kosaras János, a tüzérőrmester, 91 évesen, róla írták is a korabeli újságok, hogy a legdiacegebb, legfessebb öreg katona volt, egyenes száfa termetű fickó volt, székesfehérvári születésű, elmondása szerint 1920. március 8-án érkezett a Honvédmenházba, és Weisshermannhoz hasonlóan ő is BEM táborában szolgált, csak ő tüzérőrmester volt. Ott volt a segesvári és temesvári ütközetekben is. Segesvárnál látta Petőfi Sándort is, ahogy az ellenségnek neki rohant, de ugye a nagy kavarodásban ő sem látta a költőnek a későbbi sorsának az alakulását, tehát ő sem tudta, hogy mi lett Petőfivel, csak látta, hogy megütközött az oroszokkal. Szabadságharc bukása után, az osztrák-olasz háború után egészen pontosan 17 évig gazdatisztként szolgált az Eszterházy a kaposvári birtokán, majd ugye már az első világháború után került be a Honvédmenházba, és két éve később, 1922. szeptember 25-én hunyt el 91 évesen. Temetésén ott volt a Honvédmenházi társa Lebó István is, illetve a Honvédmenház akkor élő utolsó honvédtisztje, Borna Misza Sándor, akiről szintén fogok egy pár szót mondani. A következő honvédmenházi katonákról kevés információ maradt fenn. Az interjúkon kívül, amelyeket velük készítettek, ugye jellemzően csak annyi maradt fenn, hogy szenvedélyes dohányosok voltak, sokat beszéltek 48-49 eseményeiről, ugye többek között így Fekete Sámuel Honvéd, aki 92 éves volt, illetve Mészáros István is, aki ekkor 90 éves volt. És itt van Lebó István, akit már többször emlegettem, és akkor annyit el is árulok, hogy ő lesz a Honvédmenház utolsó életben maradt honvédje. Ő ekkor 91 éves volt, de róla egy kicsit később többet fogok majd mondani. És itt van Borna Misza Sándor. Érdekes módon, amikor 1921-ben a Vasárnapi Újság fotóriportere kiment a Honvédmenházba, nem került fel sem a csoportképre, sem egyéni képe sem készült, éppen ezért egy fekete panyókás sapkát tettem a képe helyére. Ő volt a Honvédmenház egyetlen tiszti lakója, tehát ő az emeleti részen lakott, még a többiek a földszinten. Kápolnai csatától kezdve végigharcolta az egész szabadságharcot. Honvéd huszárhadnagy volt egyébként, és Nagy Sándor József, az aradi vértanú tábornoknak a seregében szolgált, és egy alkalommal maga Kossuth Lajos is kitüntette, ő 1923-ban hunyt el egyébként. Kicsit kitekintök a Honvédmenház falain kívülre, hiszen nem csak a Honvédmenházban éltek egykori 48-as honvédek, hanem azokon kívül is. Sok olyan honvéd volt, aki maradt a szülőfalujában, vagy abban a városban, ahol vagy településen, községben, ahol éppen letelepedett, és ott a helyi március 15-i ünnepségeken aktívan részt vett, ugye díszegyenruhában. Na hát, kezdeném a sort akkor Maráz Andrással, ráadásul nem is Magyarországon maradt, hanem az Egyesült Államokba emigrált. Tudjuk azt nagyon jó, hogy 1849 után számos honvéd, ugye Kossuth Lajossal együtt elhagyták Magyarországot, Kossuth is megfordult az Egyesült Államokban, találkozott Millard Fillmore amerikai elnökkel is. Sok magyar emigrált az új világba, létrehozták New Buda nevű települést is, és az 1860-as évben, ugye az amerikai polgárháborúban több száz magyar, egykori 48-as honvéd részt vett az északiak oldalán, tehát az Uniónak az oldalán, ugye kék egyenruhát húztak, és a konfederáció csapatai ellen harcoltak. Maráz András azonban kivétel volt, ő nem ezzel a turnussal került ki az Egyesült Államokba. Ugye 1920. februárjában hunyt el Pittsburghben. A korabeli híradások szerint ő volt az utolsó USA-ba szakadt 48-as honvéd, és elmondása szerint 1829. május 1-én született a Szepesvár megyei Gülnicbányán, majd 1848-ban az Emplén megyei Márdon csapott fel honvédnek.
Sajnos ő nem tudta elkerülni a kényszersorozást, 1849-ben osztrák mundért kellett húznia, egy ideig ott szolgált, majd ennek letelte után, pár évtizeddel később, ő 1892-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba, és itt farmerként dolgozott, temetésén 18 unokája és 8 dédunokája is részt vett. És 1926-ban, amikor a Honvéd Mellházban egyedül már csak Lebu István maradt élőként, született egy olyan miniszteri döntés, hogy az utolsó élő 48-as honvédet katonai tiszteletadással, díszpompával fogják majd eltemetni. Éppen ezért a belügyminisztérium azt a döntést hozta, hogy össze kell érni a még élő 48-as honvédeket az országban. Így ez az ötfős lista alakult ki ennek alapján. Az első helyen ugye Konko István Ócsán élt, ugye Fluck Gusztáv tizedeső Albert Irsán, Marton Sándor Kemenes Magasin, Batka Gáspár Kecskeméten és Lebo István a Honvéd Mellházban Budapesten. Hát közülük az első, aki elhunyt, Marton Sándor volt, ő már, még az év elején, 1926. december 2-án a Vasvár megyei Kemenes Magasin élt, és ott hunyt el, ő volt ennek a megyének az utolsó 48-as honvédje, BEM katonájaként harcolt. A szülei Marton János és Pór Katalin voltak, ugye ezek a halotti anyakönyvi kivonatában szerepelnek ezek az adatok. Háromszor nősült, az utolsó feleségét pedig Recse Erzsébetnek hívták. Élete utolsó évében is maga aratott, ugye ezt a korabeli sajtóban is feljegyezték róla, sőt, 96 évesen, tehát élete utolsó évében még a 12 kilométerre lévő Celdömökre is maga járt át gyalogszerrel, tehát egy nagyon jó erőben lévő öreg úr volt Marton Sándor. Aztán 1927-ben már a Honvédelmi Minisztérium rendelte újra az utolsó 48-as honvédek összeírását, és láthatjuk, hogy az előző évhez képest megduplázódott a lista. Itt már 10 honvédnak a neve szerepel. Ugye vannak rajta korábbi évről ismerős nevek, mint Batka Gáspár Kecskemétről, aki ekkor 94 éves, Konko István Ócsán, ugye 103 évesen, Fluck Gusztáv 95 éves Albert Irsán, Lebo István 95 éves Budapesten, Litik Lipót 98 éves, és a Szegem, aztán ugye Szabó Gábor 100 éves Szarvason, Kun Péter 98 éves Nagyszakácsin, Kun Jakab 106 éves Máté Szakán, és Szőke István Széchenyben élt, 95 éves volt ekkor. Hát a sajnos a lista összeállítása után nem sokkal azért ez a lista is elkezdett ritkulni. Közülük az első Kun Péter, aki elhunyt 1927. március 8-án Nagyszakácsiban. Ő egyébként 1830-as születésű volt, tehát 97 évet élt, és Somogy vármegyei Tapsonyban született, a szülei pedig Kun Ignác és Kövér Katalin voltak, míg a feleségét Salamon Annának hívták. A temetése egyébként széles körű volt, tehát a helyi csendőrőrs, illetve Levente Egyesület is részt vett, tehát nagy pompával temették el Nagyszakácsiban Kun Pétert. A sorban a következő Fluck Gusztáv volt, róla csak egy egysoros bejegyzés maradt meg a korabeli sajtóban, 95 évet élt, és Albert Irsán hunyt el 1927. júliusában. Batka Gáspárról egy kicsit bővebben is lehetett olvasni, Kecskeméten mind a mai napig a sírja megvan, gondozzák, ápolják, és az emlékét is a helyiek. Ő érdekes módon 103 évesnek számította magát, azonban 1903-ban egy korabeli újságban igazolta azt, hogy 1833. február 24-én született Tiszaalpáron. Na hát, ha ezt kiszámoljuk, akkor láthatjuk, hogy nem 103 évesen hunyt el, hanem 93 évesen. És egyébként utána is néztem a születési anyakönyvben, megtaláltam valóban, ahogy 1903-ban is igazolt, ő 1833-as születésű volt. Ő honvéd huszár volt a szabadságharcban, részt vett a branyiszkói, isaszegi, debreceni csatákban is. Volt egy lova, akit Villámnak hívtak, de lelőtte, nehogy, ahogy ő fogalmazott, a muszka kezére kerüljön, tehát nem akarta azt, hogy a cári orosz csapatok elkobozzák tőle a lovát, ezért lelőtte inkább, pedig végigharcolta vele a szabadságharcot. Világos után bújdosni kényszerült, majd Kecskeméten földművesként dolgozott. A feleségét egyébként úgy hívták, hogy Resti Erzsébet, és 9 gyermekük született, amikor meghalt Batka Gáspár, közülük még 3 élt 1927-ben, és augusztus 8-án halt meg a legendás honvéd Kecskeméten.
Szabó Gábor a következő. Ő is az elmondása szerint 1827-es születésű volt, ő ugye Szarvason élt, vagyis ő 100 évesnek számította magát. A halotti anyakönyvi bejegyzésében szerepelnek azok az adatok, amelyből megtudhatjuk, hogy valóban nem 1827-ben, hanem 1835. augusztus 15-én született, ugyanis a szüleit Szabó Jánosnak és Ipacs Borbálának hívták, és ha kiszámoljuk, hogy 1835 14 éves volt a szabadságharc bukásakor, hát vagy füllentett az életkorával kapcsolatban, amikor éppen a sorozóbizottság elé állt önkéntesként, valószínűleg ez történhetett, mert ő tudta igazolni azt, hogy részt vett a szabadságharcban, vagy tényleg a szabadságharc utolsó ütközeteiben vett részt, mint fiatal tinédzser. Nem elképzelhetetlen egyébként, hiszen ha csak egy kicsit hazabeszélek, ugye Józsa András, a múzeum alapító is 1834-es születésű volt, és ő maga is jelentkezett önként a honvéd seregbe, úgyhogy ő is résztvevő volt a szabadságharcnak 14-15 éves fejjel. Hát ugye ez akkoriban jellemző volt. A legtöbb magaskort megélt katona a két világháború között egyébként tinédzserkorú volt, amikor a szabadságharc zajlott. Ugye Szabó Gábor is sokat mesélt 48-49-es múltjáról, ő Kiskunfélegyházán szolgált Görgei seregében, de részt vett a kápolnai csatától kezdve a tavaszi hadjárat ütközetében, így Isoszegen és Nagycsalónál is megfordult. És amikor megtudták, hogy még él, sokan elkezdtek neki levelet küldeni. De azonban anyagi segítséget nem adtak részére. Ő maga remegő kezével írt egy kérvényt a belügyminisztériumba, segítséget kért, anyagi támogatást, de nem kapott választ sem. És érdekes módon egy nagyon elfeledett személyé vált, a temetése is szerény körülmények között zajlott, szegény körülmények között halt meg 1927. október 1-én, egy nagyon visszafogott temetést kapott szegény Szabó Gábor. A sorban a következő, a listáról ugye Konko István 103 éves volt, ő Ócsán hunyt el 1928. február 26-án, majd itt van egy olyan személy, Szabolcs vármegyéből ráadásul, aki 103 évesnek mondta már, mert nem volt sem a belügyminisztériumi listán, sem a honvédelmi minisztériumi nyilvántartásban. A Nyírvidék újságban lehet róla olvasni, hogy 1928. március 6-án hunyt el Ibrányban, és a Jalapár tanyán élt. Számos gyermeke volt, ráadásul 34 unokája, 36 dédunokája, ugye ezt is megtudhatok a korabeli tudósításból, és a temetésére két nappal később került sor. Na hát én kicsit utána kutattam ennek az úriembernek, és megnéztem a halotti anyakönyvi bejegyzését. Ott ugye feltüntették a feleségének a nevét, akit úgy hívtak, hogy Stomp Katalin, illetve az apja nevét is feltüntették, Gofrid János volt szintén, ugye ő volt az ifjabb Gofrid János, az apa pedig az idősebb, és ennek alapján visszakutattam a házasság anyakönyvben, megtaláltam a házasságkötést is 1862-ből, onnan pedig már könnyű volt megkeresni a születést is, és ennek alapján Gottfried János nem születhetett 1825-ben, hanem 1836. augusztus 9-én Rakamazon. Tehát ez volt az ő születési dátuma, és itt már azért kicsit nehezebb elképzelni, hogy valaki 12 vagy 13 éves fejjel részt vegyen a szabadságharcban. Egyébként ez jellemző volt a korszakban, tehát a két világháború között sok olyan ember jelentkezett abból az adódóan, hogy 48-as honvédnek vallotta magát, mert ekkor az állam ugye jelentős anyagi támogatást nyújtott azoknak, akikről kiderült, és igazolni tudták okmányokkal, hogy a 48-42 szabadságharcban részt vettek katonaként. Sajnos a korszakban sok áhonvéd jelentkezett, sok olyan ember próbált ezt a pénzt megszerezni idős fejjel, csak volt, aki tudta igazolni, az nyilván joggal meg is kapta ezt a juttatást, pénzbeli juttatást, viszont volt olyan is, akinek nem voltak iratai, nem tudták igazolni azt, hogy a szabadságharc katonái voltak, tehát ezeket nevezték ugye áhonvédetnek. Gottfried Jánosról nyilván nem tudom ezt így a meglévő források tükrében kijelenteni, de ha megnézzük a születési dátumát, azért el lehet gondolkodni, hogy valóban részt vette a szabadságharcban. Rácz István, ő már biztosan részt vett, ő Szolnoki születésű volt, és ha megnézzük, igen magas kort megélt, a 108 évet sikerült megélnie. Elmondása szerint Nagykőrösön járt iskolába Petőfi Sándorral együtt, és ő Görgei Artúr honvédtábornoknak volt a
főlovásza. Ez a korabeli újságokból maradt fenn ez az ábrázolás róla, ez egy rajz, de majd látni fogunk róla egy fotót is. És a elmondása szerint nem sok harcban vett részt, ugye inkább a tábornoknak a holdudvarában mozgott főlovászként. A szabadságharc után 30 éven át öntöző volt, öntözőkocsis volt a fővárosban, majd utolsó éveit Budapesten az Aréna úti népszállóban töltötte. Itt gondozták és foglalkoztak vele, de gyakran megfordult, gyakran sétált a főváros utcáin is. Azzal került be igazán a korabeli újságokba, hogy 1927. szeptember 22-én kék honvéd sapkájában és kávéban Attilájában betopogott a rendőrfőkapitányságra, azzal, hogy az ágya alatt kis dobozban kuporgatott 160 pengőjét valaki ellopta. Na és akkor lepődtek meg az adatokat felvevő rendőrök, amikor elmondta, hogy mikor született, ugye 1820. március 6-án. Mindenki meglepődött, hogy egy élő legendával állnak szemben, egy olyan ember, aki testközelből látta a szabadságharcot, aki résztvevője volt a Kossuth-féle küzdelmeknek. Az, hogy előkerült-e a pénz, arról később nem írtak, illetve arról sem, hogy elkapták-e a tolvajt. Arról viszont sajnos igen, hogy 1928. május 26-án elhunyt. Mindössze pár nappal Lebó István előtt, a Honvéd Mellház utolsó lakója előtt. És itt van Rácz István, egy fotóm. Az Új Idők című újság közölte még 1925-ben egy gyermekkel, akit ugye Bíró Béláné kisfiaként tüntettek fel. És itt van Lebó István, a Honvéd Mellház utolsó lakója. Ugye róla itt egy kicsit bővebben is olvashatunk. Ő 1831-ben született a Hontvár megyei Szete községben, vagy ő mindig nevezte Ipoly Szetém, Nagy Sándor József táborában szolgált honvédként, és mindig büszkén emlegette, hogy egy zászlóaljban Petőfi Sándorral. A debreceni csatában találkozott személyesen Kossuth Lajossal is, és váltottak pár szót egymással, erre is mindig büszke volt. És azzal, hogy a szabadságharc elbukott, bújdosott egy darabig, és sikerült elkerülni a kényszersorozást is, vagyis osztrák mundért nem kellett viselnie. Annyit sikerült még kideríteni, hogy 1898-ig biztosan Szete községben élt a felvidéken, feleségével Vada Erzsébettel, ugyanis ebben az évben elhunyt a felesége. 1918-ban pedig már biztosan a Honvéd Mellházban lakott, hiszen a Honvéd Mellház akkori legidősebb tagját, Széli István honvédet, akkor temették el, és a temetésén ő maga is részt vett. Lebó bácsi. Lebó egyébként a 20-as években jeles eseményeken is részt vett. Ott volt például 1926. október 6-án a Batthyány örökmécses avatásán, az üldögélő személyek közül bal szélen a kormányzó, Nagybányai Vitéz Horthy Miklós látható, míg jobb szélen az üldögélő fejét enyhén lehajtó úriember nem más, mint a Honvéd Mellház utolsó élő tagja, Lebó István honvéd. Jellegzetesen ugye a korabeli újságok is feltüntették, hogy palócos nyelvjárásban beszélt, de egy nagyon fürge, állandóan mosolygó bácsi volt ő, egy igazi legendája a szabadságharcnak. És ott volt még egyébként 1927-ben a Kossuth emlékmű, Kossuth szoborcsoport felavatásán is, majd 1928. június 1-én elhunyt. Temetésre 4 nappal később került sor, Tölgyfa koporsóját a Nemzeti Múzeum lépcsőin ravatalozták fel, ugye ki is díszítették, fekete drapériával borították a Nemzeti Múzeum oszlopait, egy hatalmas fehér keresztet is felállítottak, és a Honvédelmi Minisztérium őt tekintette az utolsó 48-as honvédnek. Aztán látni fogjuk, hogy bizony-bizony szép számmal fognak még felbukkanni 48-as katonák. Közülük is az első, Vég József, aki Lebó István halálakor Budapesten a Hungária körút 100 szám alatt élt, és elmondása szerint 1828. július 29-én született a Baranya megyei Tésény községben. Ugye Kossuth katonájaként apostrofálta magát, de okmányai nem voltak, tehát nem tudta magát igazolni, hogy valóban harcolt a szabadságharcban, sőt írni, olvasni sem tudott. Azt viszont elmondta, hogy civil foglalkozása mészáros, illetve kocsmáros volt későbbiekben. Az anyakönyvek tanulsága szerint sikerült megtalálni,
hogy 1829. május 27-én született, és szüleit Végi Jánosnak és Horváth Erzsébetnek hívták. A haláláról érdekes módon a korabeli sajtó nem tudósított, de az biztos, hogy Lebó halálakor még élt. A másik ilyen személy, aki túlélte Lebó István, az Kraus Adolf volt. Szintén a fővárosban élt, a Dob utca 41 szám alatt, és Tatán született 1825-ben, tehát 103 évet megélt. A Rákoskeresztúri izraelita hitközség temetőjében nyugszik, tehát ott temették el. A Kun Jakab egy megyei kötődésű, Szapmár vármegye, ráadásul Máté Szalkán élt. Az ő figurája is érdekes, ő 106 éves korában hunyt el, és ő tudta igazolni okmányokkal, hogy a szabadságharc aktív résztvevője volt, hiszen a neve szerepelt a Honvédelmi Minisztérium 1927-ben összeállított 10-es listáján, és ráadásul ő túlélte Lebó Istvánt, hiszen 1928. október 1-én hunyt el Máté Szalkán. Elmondása szerint 1822-es születési volt, a halotti anyakönyvi bejegyzéséből kiderül, hogy az édesapját Kun Mózesnek hívták, aki kocsmáros volt Nagydoboson, tehát a gyerekkorát is ott töltötte a fia Jakab, és ő 1913-ig ugyanezt a szakmát űzte. A feleségét Weiss Leonának hívták, és majd csak 1913-ban, amikor abbahagyta az aktív kocsmáros foglalkozást, akkor költözött át Máté Szalkára, ahol a Zöldfa utca 13 szám alatt lakott. Teljes testi és szellemi épségben érte meg a 106 éves kort. Továbbra is a megyénknél maradunk, csak átlibbenünk egy kicsit a Szabolcsi térfélre, hiszen 1928. decemberében a Nyírvidék című megyei lap arról írt, hogy él Mária Pócson egy Mráz Mihály nevű öregúr, aki több mint 100 évesnek vallotta magát, nem tudta ő maga se pontosan megmondani, hogy hány éves, kicsit hajlott korú öregúr volt, és nem tudta igazolni sajnos ő sem okmányokkal, hogy 48-as honvéd volt, viszont volt ilyen nevű honvéd a szabadságharcban, tehát megtalálható a kartonja a korabeli dokumentumok között. Őról sem írták meg egyébként, hogy mikor hunyt el, de ez is egy nagy sajtóvisszhangú hír volt 1928 végén, hogy Lebó István halála után még él 48-as honvéd, ráadásul itt a megyében Mária Pócson. Annyit elmondott magáról, hogy 20 évvel korábban, tehát 1908 környékén érkezett a településre. Fiső József lesz még egy érdekes figurája a történetnek, hiszen Lebó István halála után ugye egyre másra jelentkeztek olyan öreg urak, akik próbálták igazolni, illetve győzködni a közvéleményt, hogy bizony ők 48-as honvédek voltak, mert Fiső József is közéjük tartozott, viszont ő egy hatalmas paksamétával a hón alatt érkezett meg, amely tele volt korabeli megsárgult dokumentumokkal, személyes iratokkal, megbízó levelekkel, tudta igazolni azt, hogy valóban aktív résztvevője volt a szabadságharcnak, és amikor a hatóságok előtt megjelent, akkor próbálták győzködni, hogy hát de Lebó bácsi volt az utolsó honvéd, az öreg úr Fiső József pedig frappánsan csak annyit mondott, hogy lehet, hogy Lebó volt az utolsó, én viszont a legutolsó. Hát elmondta azt, hogy ott volt a március 15-i pesti eseményeknél is, csizmadiaként vett részt és találkozott Petőfivel, sőt, elmondása szerint harcolt vele Segesvárott is. A szabadságharc bukása után Olaszországba került, ahol Garibaldi seregében a vörösingesek között is szolgált, ekkor azonban félkezére megrokkant, és élete végéig rokkantként élt. Nem sokkal a megjelenése után, egyébként 1929. február 27-én influenza következtében elhunyt 102. életévében. Szőke István a következő a sorban, ő pár nappal Fiső József után hunyt el 1929. március 1-én a Nógrád vármegyei Széchenyben. Ami érdekes, az az, hogy elfeledkeztek róla, hiszen ő is szerepelt a Honvédelmi Minisztérium nyilvántartásában azon a bizonyos 10-es listán, és miután Lebó István meghalt, ő még mindig élt. Ugye ő 1832. december 2-án született Széchenyben, Szőke István és Kucsera Erzsébet gyermekeként látta meg a napvilágot, még a feleségét Ocsovai Máriának hívták, úgyhogy ő is túlélte Lebó Istvánt. Kicsit kitekintünk a trianoni határokon kívülre, mert sajnos nem esett még szó arról, hogy ugye 1920-ban a trianoni békediktátum révén a régi Nagy-Magyarország területének kétharmadát idegen országokhoz csatolták, Erdély is az újonnan létrejött Nagy-Román királysághoz került, viszont Erdélyben is rengeteg olyan
idős ember élt, akik 48-as honvédként részt vettek a szabadságharcban. Közéjük tartozott Gajzágó László is, aki 1929. szeptember 3-án hunyt el. Ő a Torda vármegyei utolsó 48-as honvédként maradt meg a köztudatban, és Alsójára községben élt, civilben kereskedő volt. Ő Jené József főnagy vadászászló aljában szolgált a szabadságharcban. Részt vett a szamosfalvi, gyalói, kolozsvári és bánfi-hunyadi ütközetekben is, és Zsibónál tette le a fegyvert 1849-ben. Visszaugrunk egy kicsit a trianoni Magyarországra, méghozzá Bihar-Vár megyei Vértes községbe. Szabó Ferenc, aki 100 évet élt, 1930-ban hunyt el. Bem seregében szolgált őrmestereként, elmondása szerint ő is ismerte Petőfit, ő ráadásul megjárta az orosz hadifogságot is, ahonnan azonban sikerült megszöknie. Érdekes pályát futott be, nem maradt meg földműves vagy kétkezű dolgozó emberként, hanem a település főszolgabírói hivatalában szolgált íróként, majd később a községnek a főbírája lett, vagyis a községnek a második embere. 1930-ban a temetésén a 78 éves fia is részt vett. Visszaugrunk Erdélybe, egészen Kolozsvár megyéig, ahol Salak Imrével találkozhatunk. Hát ez a korabeli sajtóban egy rajz róla. Ugye 1835-ben született, és 1930-ban hunyt el 95 évesen. Ő volt Kolozsvár megye utolsó 48-as honvédje, Melegföldvár községben élt, és 49 tavaszán csapott fel önkéntesnek. Harcolt a szerbekkel és osztrákokkal is, majd világos után megszökött, tehát a fegyverletétel után, viszont a kényszersorozást nem sikerült elkerülnie, és 1854-től 5 éven keresztül a Württemberg huszároknál szolgált. Ami érdekesség még vele kapcsolatban, hogy haláláig, tehát élete végéig megőrzött egy Kossuth bankot, amit mindig a zsebében viselt. Jó Ignác, visszaugunk ismét a trianoni Magyarország területére, ő a Tapolca melletti Raposka községben élt, és 1930 májusában, szintén 100 éves korában hunyt el, ahogy Szabó Ferenc is. Ő 1830. december 18-án született Somlóvásárhelyen. Arra büszke volt, hogy egyidős volt Ferenc Józseffel, tehát mindig ezzel dicsekedett, hogy egyidős az uralkodóval, sőt túl is élte Ferenc Józsefet. Jó Antal és Máta Néva voltak a szülei, és elmondása szerint Damjanics János seregében szolgált, ráadásul Fehér templomnál megsebesült. 1854-ben sikerült visszatérni a szülőfalujába, Somlyóvásárhelyre, ahol később lovascsendőként szolgált. És tovább megyünk a listán, 1960-ig bukkannak elő utolsó 48-as honvédek, mint a Kolozsváron élő Hollecsek Pál, aki 97 évesen hunyt el, és ő Kornides Lajos őrnagy vezetése alatt harcolta végig a szabadságharcot. A másik pedig Flukájzen József, aki 102 éves korában hunyt el, Nagyváradon volt pékmester, Bem seregében szolgált, és utolsó éveit Bihar püspökiben töltött, itt is hunyt el. A korabeli sajtó azt írta róla, hogy ő volt az utolsó izraelita felekezetű honvéd. Láthatjuk majd, hogy azonban más zsidó honvédek is lesznek még, rajta kívül, ráadásul akik túl is élték őt. Többek között ilyen volt Link Henrik is. Ő 104. életévében hunyt el, tehát 1824-ben született, Damjanics seregében szolgált honvédhuszárként, és erre mindig büszke volt és büszkén emlegette, hogy 16 alkalommal megsebesült a szabadságharc során, és mindegyes alkalommal sikerült felépülnie, mindig visszatért a harcok közelébe. Egyébként 100 éves koráig vezette őfös üzletét, felesége 1928-ban hunyt el 88 évesen, tehát feleségét is túlélte. 4 gyermeke, 24 unokája, 9 dédunokája és 4 ükunokája volt, amikor elhunyt, és ott voltak a temetésén is, tehát népes család vette körbe. 1931. február 25-én hunyt el Isaszegen. A következő 1931-ben elhunyt honvéd Heller Adolf volt, aki szintén 100 éves volt. Ugye láthatjuk ő is, hogy izraelita felekezetű, szülei Heller Máton és Spider Róza voltak, a feleségét pedig Pajtás Karolinának hívták, ugye ez a halotti anyakönyv bejegyzéséből származó adatok. Bem seregében harcolt, és a szabadságharc után Pécset volt tanító, majd később a fővárosba költözött, ahol a Dob utca 37 szám alatt lakott. Ugye volt korábban egy másik honvéd is, aki szintén ugyanebben az utcában, csak a 14. szám alatt lakott, lehet, hogy tudtak is egymásról, sőt,
lehet, hogy nem egyszer találkoztak is egymással. Heller Adolf 1931. november 23-án hunyt el a 7. kerületben, és a korabeli sajtótudósítások szerint ő még halál előtt egy órával is újságot olvasott, és úgy találtak rá, hogy az újság még a kezében volt. Mészáros Gábor esete egy kicsit érdekes. Ő 109 évesnek vallotta magát, és ő Újpesten élt. Azért is érdekes az ő esete, mert Újpesten nagy köztiszteletben állt az öreg úr. Ott volt a mindenkori március 15-i megemlékezéseken. Az utolsó ilyen közszereplés 1929. március 15-én volt Újpesten. Ismerte az újpesti városvezetés is, sőt, a városvezetés felkereste a katonai parancsnokságot a fővárosban, és kérték azt, hogy katonai dísz pompával temessék el Mészáros Gábort elhunytakor. Érdekes módon azonban egy negatív válasz érkezett a katonai parancsnokságtól, méghozzá az, hogy Mészáros Gábor nevű honvéd nem is létezett, nincs kartonja, nem szerepel a 48-as honvédek nyilvántartásában. Ugye amikor elhunyt 1931-ben, Újpest városvezetése gondoskodott a méltó temetésről, tehát nagy pompával temették el, de azt a katonai tiszteletadást, amit eredetileg terveztek, azt nem kapta meg. Érdekes módon egyébként a halotti anyakönyvi bejegyzései alapján sikerült kideríteni, hogy nem 1822-ben, hanem 1832. november 24-én született Verseghem. A szülei neve is megmaradtak, ugye Mészáros József és Orosz Anna, és Mészáros Gábor elmondása szerint 48-ban őrvezetőként osztrák hadifogságba is esett, majd a szabadságharc után urasági cselédként dolgozott, és 1921-ben került az újpesti szeretett házba, ahol ugye minden évben megjelent a március 15-i megemlékezéseken. Elmondása szerint 48-as katona volt, szerintem is az volt, ha a szubjektív véleményemet próbálom labba venni, ha csak megnézzük, 1832-ben született, nem kizárt, tehát 17-18 évesen, illetve 16-17 évesen bizony részt vehetett a szabadságharc küzdelmében, ráadásul őrvezetőként. Ezért is érdekes, hogy negatív válasz kapott a katonai parancsnokságtól, mert láthatjuk, hogy Lebó István halála után számos más honvéd is felbukkant, sőt, olyanok is, akik nem tudták igazolni okmányokkal az, hogy valóban szolgált a Kossuth legendás seregében. A következő úriember Blasics István, ő a Vas megyei Bozsokon élt, 102 évesnek mondta magát, róla csak annyi maradt meg a korabeli sajtóból, hogy névfelkelőként harcolt 48-ban Cseprek környékén. Lánya, fia, illetve unokái, dédunokái, sőt még egy ukunokája is volt, akik részt vettek a temetésén 1932-ben. És itt van még egy érdekes történet Gonda Bálint főszereplésével, ugyanis 1933-ban járunk már, március 20-án, tehát nem sokkal a 15-i megemlékezés után, a kerepesi temetőben, Kossuth Lajos mauzóleumánál egy öreg urat fedeztek fel, aki egy kék megkopott nemzetű sapkát viselt, egy foszlott, régi elkopott ruhát hordott, ráadásul kis nemzeti szalagokkal díszítette fel a ruháját, lassan oda tipegett a mauzóleumhoz, térdre ereszkedett és elmormolt egy imát, majd az imádság után leült a közelben lévő padra és elkezdett falatozni. Na hát sokaknak felkeltette a figyelmét az öreg úr, elkezdtek vele beszélgetni, sőt kihívták a sajtót is, miután kiderült, hogy az úriember Gonda Bálinnak hívják, 101 éves is elmúlt, és egészen Erdélyből a Hunyad vármegyei Kudzsír községből gyalogolt el, ráadásul 42 nap alatt a fővárosba. Elmondta azt is, hogy harcolt a szabadságharcban, Görgei Artúrnak volt a tábori futárja, részt vett a tavaszi hadjárat ütközeteiben, 60-nál, Tápió Bicskiné és Isaszegnél is, azonban a kényszersorozást nem sikerült elkerülnie, 1849 után besorozták az osztrák hadseregbe és Mexikóba került, hogy miért pont ilyen messzire, ugye Mexikóban az 1860-as évben Ferenc Józsefnek a testvére Miksa volt egy rövid ideig császár, de ugye őt ugye az ő hatalmát megdöntötték és Miksa mexikói császárt ugye kivégezték, majd innentől kezdve az ott szolgáló osztrák, illetve magyar katonákat is hazahozták Európába, így került vissza
Európában, majd ugye Gonda Bálint később Erdélybe került, ahol napszámosként dolgozott. Olyannyira a feledés homályába merült a Gonda Bálint bácsinak a személye, hogy sokan nem is tudták, hogy életben van még. Ugye Ferenc József, amikor még élt, 20 forint kegydíjban részesítette, ezt rendszeresen kapta egészen a trianoni békediktátumig. Tehát Gonda Bálint tábori futár volt, ahogy akkoriban a sajtóban nevezték, ordonánc, és egy olyan érdekes történetet is elmondott, hogy egyszer tábori tűzkelős közepén találta magát, felbukott a lovával, és a nála lévő okmánnyal, a Görgei Artúr aláírásával ellátott okmánnyal nem akarta azt, hogy osztrák hadifogságba kerüljen, ezért összetépte az okmányt és meg is ette, nem akarta azt, hogy bármilyen fontos katonai információ az ellenség kezére jusson, tehát egy igazi hazafi volt az öreg úr. Illetve volt nála a tarisznyájában egy Görgei Artúr aláírásával ellátott másik papíros is, amelyben igazolta, hogy Gonda Bálint az ő tábori futárja volt. Az öreg úr a beszélgetés és interjút követően visszaindult Erdélybe, későbbi sorsáról nem tudni. Ugye azért is jegyeztem fel egy kérdőjellel azt, hogy talán 1933-ban hunyt el. Azt viszont megjegyezte, hogy Erdélyben rajta kívül van még egy másik 48-as honvéd is, akit úgy hívtak, hogy Geszti Mihály. Geszti Mihály bácsi szintén matuzsálemi kort élt meg, 105. életévében hunyt el. Ráadásul egy napon született Ferenc Józseffel, az uralkodóval, 1830. augusztus 18-án. Geszti Mihály bácsi édesapja nagyváradi asztalosmester volt, ő maga viszont a takácsmesterséget tanulta, és ezt is űzte. Lebó Istvánhoz hasonlóan 1848-ban ő is Nagy Sándor József a zaradi honvédtábornok táborába került, itt szolgált, harcolt a szerbek és osztrákok ellen is, majd a szabadságharc bukása után visszatért a takácsmesterségéhez. Amikor 1910-ben Ferenc József megtudta, hogy él egy napra pontosan vele egyidős 48-as honvéd Erdélyben, akkor az ő részére kegydíjat folyósított, és egy királyi felség leíratban üdvözölte is Geszti Mihályt, maga az uralkodó. Ezt a kegydíjat Ferenc József halál után IV. Károly király is folyósította, de a trianoni békediktátum ezt a kegydíjat megszüntette. Onnantól kezdve, miután Nagyvárad román fennhatóság alá került, Geszti Mihály már csak úgymond könyöradományokból tudta magát fenntartani. Minden nap felülkerekedett, sétált Nagyvárad utcáin, gyűjtögetett adományokat, próbált összeszedni, amiből eltartotta magát napról napra. Egy szomorú eset fennmaradt vele kapcsolatban. 1933. július 18-án, amikor már 103 éves volt, egy román diák beleragadt a szakállában az utcán és földre rántotta. Többen is írták a sajtóban, hogy ez a román diák a román vasgárdának volt a tagja. Ugye ez egy antiszemita, illetve magyar ellenes egyesület volt. Tehát ugye a két világháború közötti Romániában ugye ez egy szélső jobboldali szervezetként működött, egészen a II. Világháború végéig, és ennek a tagja egy fiatal tínédzser román diák megragadta Geszti Mihály szakállát és földre rántotta. Egy közelben lévő hentes mester szaladt oda és segítette fel az öreg urat, illetve zavart el a diákot. És annak ellenére, hogy megszeppent volna az öreg úr 103 évesen, még azt mondta, fogadkozott, hogy ha nála lenne a 48-ban használt puskája, akkor most egy románnal kevesebb élne. Vagy ahogy ő fogalmazott, egy cserepárral, hiszen a cserepár az nem más volt, mint határőrvidéken szolgáló katona, ugye ezek általában szerbek, román határőrök voltak. Tehát fogadkozott, hogy ha nála lett volna puskája, akkor a román diák húzta volna a rövidebbet. Hát ugye megmaradt ízig-vérig magyar katonának. Az eset után egyébként szerették volna hazahozni a trianoni Magyarország területére, sőt a honvéd mennyházba szerették volna vinni, hogy ott lássák el, hogy utolsó hónapjait vagy éveit ott tölthesse. Ő azonban fogadkozott, szabadkozott, azt mondta, hogy ő Nagyváradon élt, mindig is Nagyváradon akar meghalni. Ott is hunyt el 1935. április 5-én. És érdekes módon Geszti Mihály halála után bukkantak még fel 48-as, magukat 48-as honvédeknek való személyek. Érdekes módon a legtöbb újság ugyanezeket a kis rövid
híreket közölte, többek között Strázsa Györgyről, aki valami iszonyatos magas kort élt meg, 118 évesnek vallotta magát, 1936. január 2-án hunyt el, Erdély legidősebb emberének tartották, Déván lakott, és harcolt a Piski csatában is. 1849 után azonban 12 évig az osztrák hadseregben is szolgált. Hogy mi ebből az igaz, nem tudjuk. Ugye okmányokkal tehát nem lehet bizonyítani, legalábbis a nyilvántartásban nem szerepelt a neve. Ahogyan a Cser Mihály neve is érdekes, ő a Rábaköz legidősebb embere volt, 102 éves korában hunyt el 1937-ben, és ő elmondása szerint részt vett a Csolnai csatában 1849-ben, és szemtanúja volt a császári generális Franz Wiss halálának is. Elmondta azt, hogy egy fiatal diák lőtte le a császári tábornokot. Ugye ő 1937. május 13-án hunyt el Csolnán. És itt van Szabó Ambrus, visszakanyarulunk megint a megyénkhez, méghozzá a szatmári területhez, hiszen Szabó Ambrus 1834. február 23-án született Nábrádon, ezt az anyakönyvek is megerősítik. Szabó Bálint és Bartók Julianna gyermekeként látta meg a napvilágot. 1978-ban készült róla egy tanulmány, amelyben az utolsó diák honvédként apostrofálták az ő személyét. Elmondta azt, korabeli interjúkat is készítettek vele, és azokból összeszedték azt, hogy ő volt az utolsó diák honvéd, a Sárospataki kollégium diákaként tanult, amikor kirobbant a szabadságharc, négy társával megszökött a kollégiumból, és Kocsordon honvédnek jelentkezett, majd pár hetes kiképzés után Görgei táborába került. Hogy részt vette harcokban, azt nem tudni. Temesvárnál ugye csatlakozott a Görgei táborába. Az, hogy részt vett a Temesvár ütközetbe, az már ugye kérdőjeles, de egy biztos még egyenruhát húzhatott, tehát felfoghatjuk őt az utolsó 48-as honvédnek, aki 1938-ban 104. életévében hunyt el. Egyébként sokáig maradt a megyében, a szatmári területen, hiszen a szabadságharc után megnősült, felesége Eszenyi Klára volt, református tanítóként működött a megyében, Gyügyén, először utána Kisnaménban, majd Kömörön, majd 1906-ban nyugdíjba vonult, és 1915-ben az Fejér vármegyei Aba községbe költözött, ahol lánya dolgozott tanítóként, és itt is hunyt el 1936. február 9-én, tehát az utolsó 48-as honvéd majdnem megélte a március 15-e 90. évfordulóját is. Aztán azt hinnénk, hogy véget ér a sor, van még egy utolsó ember, Jobb Ferenc, egy irreális dátummal, 1942. január 8-án hunyt el a korabeli sajtó tükrében, 112 évesnek vallotta magát, és Kolozsvár ott a Donát utca végén lakott. Ugye ő 10 évvel korábban, 1932-ben már megkeresték a sajtó részéről, interjút készítettek vele, de nagyon személyes volt az öreg úr, nem mondta meg azt sem pontosan, hogy hol született, csak annyit, hogy Erdélyben, illetve annyit elmondott, hogy Bem József táborában szolgált 48-as honvédként, majd 1866-ban a Königgréci csatában is harcolt huszárfőhadnagyként, mert hogy ő tisztként jötte a honvédseregből. Azonban ugye érdekes vele kapcsolatban, hogy az ott lakók is legfeljebb 82-85 évesnek titulálták őt, tehát valószínűleg ő álhonvéd lehetett, de ha mégis igaz, amit mondott, hogy 112 éves volt, és hogy 1942-ben hunyt el, és hogy ő volt valóban az utolsó 48-as honvéd, nem pedig Szabó Ambrus, akkor az ő személyében egy olyan embert ismerhetünk meg, aki szemtanúja volt, és résztvevője a 48-49-es szabadságharcnak, látta, megélte az első világháborút, és azt is megélte, hogy Magyarország 1941-ben belépett a második világháborúba. Ha esetleg mégsem volt 48-as honvéd, akkor is esetleg a saját szemével láthatta az eseményeket, persze lehet kisgyerekként. Egy dolog azonban biztos, hogy a gondolatmenetemet Krúli Gyula nyíregyházi születés író soraival kezdtem, aki mindig feltette azt a kérdést, hogy ki lesz ő, ki lesz az utolsó 48-as honvéd. Ha csak lajstromba vesszük a biztosnak mondható Geszti Mihályt, aki 1935-ben hunyt el, vagy Szabó Ambrust, aki 1938-ban, akkor bizony a nyíregyházi születésű Krúdi Gyula sohasem tudhatta meg,
hogy ki lesz a Kossuth-féle szabadságharc utolsó élő legendája, hiszen Krúdy Gyulát is túlérték a Matuzsa elemi kort megélő 48-as honvédek, évekkel ráadásul, hiszen Krúdy 1933-ban hunyt el. Én ezekkel a sorokkal szeretném befejezni előadásomat és megköszönni a megtisztelő figyelmüket.